Üdvözlöm a kedves nézőközönséget, ez itt a NerdHub RP második része. Ha romokban áll az életed és úgy érzed, hogy nincs semmi, ami helyrehozhatja, akkor ezen a szerveren új életet kezdhetsz. Lehetsz mentős, rendőr, taxis, tőlem még akár prostituált is, mindennek a képzeletet szab határt meg az, hogy mi van beprogramozva a szerverre. Ha nem láttad az első részt, akkor hát szégyeld el magad, de nagyon röviden annyit kell tudnod, hogy a karakterem egy élettelen kocka, aki a való világba kényszerült, utálom a város elnökét, aki emellett a testvérem is, mert ellopta a pénzem, és emiatt annyira szegény vagyok, hogy itt kellett éjszakáznom. Na, amint felmentem a szerverre, két dolog azonnal szemet szúrt. Először is az, hogy a hajléktalan barátom, akivel éjszakáztam, egyedül hagyott engem, ami nagyon szomorú. Másodjára pedig, ami ennél egy kicsit furcsább, hogy eltűntek a kezeim. Na most vagy valamiféle buggal találkoztam, vagy a csöves fogta és ellopta a kezeimet, amíg aludtam. Annak ellenére, hogy a kezek hiányába szenvedtem, sikerült kihívnom egy taxit, aminek pár percen belül meg is kéne érkeznie. Vagy nem. Hát papíron a taxinak mellém kellett volna teleportálnia, mert ugyebár még taxis nem lehetsz a szerveren, ezért gépek vezetik a taxikat, amikor észrevettem, hogy egy híd alatt állok. És szerintem a híd tetejére hívta a taxit, szóval felmentem a hídra, hogy megnézzem, de mire odaértem, a taxi eltűnt, vagy ki se jött, már igazából fogalmam sincs, de szerencsémre addig, amíg nem szállsz be egy taxiba, addig nem tudsz kihívni egy másikat. Remek. 2 perc se telt el a videóból, és már is se pénzem, se kezem, se taxim. Jaj, Jézusom! Se lábam. Megnéztem a mapot, és láttam, hogy nincs messze a kórház, szóval úgy döntöttem, hogy lesétálom a fájós lábammal, még ha addig élek is. Biztos azon filózó, hogy miért nem hívtam ki a mentőket, ha alig tudok járni, na hát erre két nagyon jó indokom van. Első, nem vagyok punci, és simán lesétálok 1 kilométert fájós lábbal. Második, fogalmam se volt, hogy kell kihívni a mentőket. Egy 5 perces séta után kicsit büdösen és megfáradva, de végre odaértem a kórházhoz, ahol egy kedves úriember fogadott. Na, kész is vagyok. Jó napot kérlek, amiben segíthetek. Jó napot! Véletlenül leugrottam egy hídról. Ó, értem. Fáj esetleg a lába nagyon? Hát kicsit sántítok, mint látja, szóval. Ja, meg, ja. Jó, rendben van, akkor kérem jöjjön velem. Jó, köszönöm. Köszönöm, jaj. Kérem feküdjön föl oda. Oké, jaj, húha. Ja, jó, rendben. Kér fájdalomcsillapítót esetleg. Hát lehet jó lenne, de... Oké, rendben van, egy másik. Valami erőset. Akkor egy pillanat már is. Szargépek. Oh. Nem kapunk elég pénzt. Igen? Igen. Úgy gondolta a drága látos elnök úr, hogy nem szükséges. Maga is utálja az elnök urat? Mennyi közös van bennünk, Jézusom? Ki nem állhatom, képzelj el a testvérem. Ó. Hát nagyon szomorú történetem volt, tegnap képzelj el. Ó, nem vagyok rá kíváncsi. Oké. Na, valami eredmény, vagy? Hát, szerencséje van. Úgy látszik, csak be van zúzódva a bokája. Ha rendben van, akkor bekötözöm a lábát. Jó, rendben. Aha, már jó. Egy kicsit jobb, igen, mert érzem is. Kicsit még fáj, de most már sokkal jobb, sokkal jobb. Rendben van. Esetleg uram, megkérdeztetem, hogy van-e jártasság a elsősegélynyújtásban? Még alapfokú is? Hát... voltam healer a hobban. Az nem tudom micsoda, de rendben van. Na, szóval csak azért mondom, mert keresünk új embereket ide, elég magas fizetéssel. Ó, igen? Óránként $1500 kereséssel. Jézusom, mennyi, micsoda? Annyi pénzem összesen nem volt még soha. Szóval, ha gondolja, akkor bármikor szívesen várom. Egy olyan emberek mindig segítek, aki gyűlöli a polgármestert. Ó, hát úristen, hát köszönöm, sok közös van bennünk, akkor gyűlölhetjük majd közösen. És kibeszélhetjük. Jaj. Akkor mennyi lesz pontosan? Tudja mit, mivel ön is gyűlöli polgármestert, ezt szerintem elintéztük ennyivel. Úristen, hát nagyon szépen köszönöm. Hát tudtam is, hogy a gyűlölet mindig kifizetődik. De viszont csak annyit akarok önnek mondani, hogy most fél 5-től lesz tagfelvételünk, úgyhogy... Fél 5-től? Így van. Jó, rendben, azért... 15-20 perc múlva. Oké, rendben, addig még... hát... veszek valami kaját, mert elfogyott a takóm. Úgy tűnik, még meg se kellett magam erőltetnem. És találtam egy munkát, amihez igazán értek, és még tehetségem is van benne. Még emlékszem, mikor anyám azt mondta, hogy ha egész nap povozok, semmi sem lesz belőlem. De hát innen is látszik, hogy mekkorát tévedett. Nem volt más hátra, mint átmenni a felvételén, ami nem lesz túl nehéz, úgyhogy több mint 1000 órám van WoW-ban. De addig is veszek egy kis kaját, és gondoltam, azért még átnézem a lehetőségeimet, hisz ki tudja, lehet, hogy találok még egy ennél is jobb munkát. Jó napot! Jó napot, uram! Szép napot! Jó napot kívánok! Azt szeretném volna kérdezni, hogy esetleg... tudna esetleg valami helyet, ahol munkát tudnék szerezni? Hát... én és az egyik barátom hirdettük a horgászatot. A horgászatot? Hát van egy szabad órám, azt nem tudom, esetleg megnézném, hogy miről lenne szó. Jó, rendben, barátom a publikus garázsban, én elmegyek még boltba, aztán mindig menjen el publikus. Nem mehetnék magával, mert nincs autóm, és a taxi valamiért nem veszi fel a telefont. Ja, értem, hát figyelj, jöjjön. Ó, köszönöm szépen. Hogy hívják a szabad kérdezem? Jacob. Jacob? Ó, jó napot Jacob, én Özséb vagyok. Örömnek. Jó. Itt a haverom. Csá, Negro! Ah. Jó napot. Jó napot, jó napot. Örvendel, kedves. Negro? Hát Márkon Negrón, szólított Márkonnak, hogy Negrón. Hát jó, maradhatunk a Negrónál. Milyen nép ez, hogy Negró? Hát amúgy nagyon sokan megkérdezték, és amúgy, hát sajnos ilyennek kereszteltek. Hát eléggé kibasztak magával a szülei. Tudom, mert igazából fehér vagyok. Ja, hát igen. Nem tartja azt, nem tudom. Nem tudja rasszistának a fekete barátja ezt a nevet? De, és sok helyen el is vertek, és nem is egyszer. Úgyitások vagyunk. Ja, igen? Ja, csak eléggé furán jöttünk ki. Ja, ma érkeztem. Lehet, hogy megcserélték a két nevet. Hát... Na. Bocsánat, igen. Nem célzás volt. Annak ellenére, hogy majdnem megvertek a rasszista megszólalásom miatt, kedves Jacob és Negro voltak olyan kedvesek, hogy elvigyenek engem horgászni. Az út során beszélgettünk, elmeséltem nekik a történetem, hogy a bátyám az elnök, meghalt az anyám, ellopta a pénzem, stb. Stb. Ők is meséltek, aminek köszönhetően kicsit jobban megismertem őket. Negro az egy srác, aki nagyon szeret füvezni, és nemrég jött a városba. Látjátok, ez az RP szépsége. A karaktered egyediségének csak a kreativitásod szabhat át, és nem kell, hogy ugyanaz legyen a neved és a személyiséged, mint a való életben. És ott volt Jacob, aki viszonylag sok pénzzel rendelkezik, egy ex-rendőr, és szereti a nagyseggű nőket. A horgászás előtt még beszélgettünk egy kicsit, közelebb kerültünk egymáshoz olyan szinten, hogy a legjobb barátaimá váltak röpke 1 óra alatt. Mondjuk, ha nincsenek barátaid, akkor bármilyen barátod automatikusan a legjobb barátod lesz, de ez lényegtelen. Még el se kezdtünk horgászni, de úgy elszaladt az idő, hogy már el is késtem az állásinterjúról, de újdonsült barátaim voltak olyan kedvesek, hogy biztosítsanak egy fuvart a kórházhoz. Jó, hát köszönöm szépen a fuvart, uraim. Igazán nincs itt bekísérjük, mert még akarjuk beszélni egy orvossal. Valami fájdalomcsillapítót felületni, vagy nem tudom, mert meg ez a hülye gyerek már megint elmelegít rosszul. Nem a gyerekem azt mondja, hoppá, egy hirdetés. Nagy mennyiségű sör és vodka eladó. Hoho, sör és vodka. Én már hívom. Ó, tesó, nem szeressük az alkoholt, felvehív. Jó, és már én meg szeretem. Lehet, hogy elköszönök maguk, vagy várjanak meg bent, jó? Mindjárt megyek maguk után, jó? Egy pillanat. Jó, telefonálok egyet. Delicioló, köszönöm szépen a Prime-ot, üdv itt a Premium között. Hát ez egy érdekes parkolás, valószínűleg valami gyorsan. Hölgyem, hol van? Hölgyem! Halló! Akkor leülök én is. Tessék, mondja. Szükség van valamire, uram? Jó napot, én az igazgatót keresem. Hát éppen itt tevékenykedett. Szerintem üljön le és neki. Egészség. Hogy mondja? Uram. Szóval üljenek le, önök is az igazgatóra várnak? Nem, én önt keresem. Mondja. Hát ahogy előbb is hallottál, én nagyon tüsszőnök és beteg vagyok, és drága barátom pedig hát eléggé beteges, ő is mostanában. Nem rákos, csak viccelődik. Na, ő is eléggé beteges mostanában. Igen, rendben, akkor kérem maguk is várjanak, az igazgatónak szólok egy perc. Elnézést, mert nem tudja elintézni, a beteg vagyok, és felírna valamilyen gyógyszert, még ez az igazgató. De én meg rákos, csak a... Kusson már, Negro! Hogy mondja? Kérem, nem, semmi, egyikük beszéljen. Jó, nem, hagyja csak a kicsikét, nem tudom, el van kávítva. Amit nem, nincs elkávítva. Jó napot! Elnézést, itt az úriember magát kereste, igazgató úr. Jó napot, igazgató úr! Megjöttem, bocsánat a késésért, de itt vagyok. Kövessem. Hát nem tudom, esetleg valami vírussal találkozhattak? Igazán? Vírussal találkoztak? Hogy ért is sétálok az utcán, szemben jön egy Ebola, vagy nem tudom? Nem, hát nem tudom. Nem voltak olyan emberek környezetében, akik szintén fertőzöttek voltak? Hát Özséb, hallod? Igen, mondjad. Mi a faszt vettünk át tőled? Hát nem tudom még, mindjárt megyek, bocsánat. Nem tudtam, ha nem vagyok beteg. Igen, hát akkor nem jó volt. Jó, mehetünk, bocsánat. Na, itt vagyok, bocsánat a késésért, csak tudja, hogy megy az élet. Szembe jöttek dolgok, aztán nem értem ide, mert... Úristen! Nem foglalkozom vele. Jó. Beszéltem a két kollégámmal, és azt döntöttük el, hogy kérdéseket teszek fel önnek, és hogy tud rá válaszolni, akkor... föl van véve, és majd elmagyarázom a többit akkor. Rendben van? Rendben van, persze. Elsőként is elkihetném az okmányait. Persze. Uram, önnek... És hol van a gimnáziumi papírja? Én csak itt az általános iskolásat látom. Tudja, az volt, hogy az igazgató úr lefeküdt az anyámmal, és hát én ezt láttam, ezért az igazgató kirúgatott. Nagyon szomorú. Értem. Tud-e újraéleszteni? Persze. Hogy jó van. És mit kell csinálni akkor, hogyha egy ütőeres vérzést... Ütőeres vérzést? Hát le kell szorítani. Milyen kötést kell végezni? Holy light. Mi? Mármint... Hát el kell nyomni a sebet. Le kell nyomni, ugye, nyomni kell. Azaz milyen kötés akkor? Szorítókötés, vagy nyomókötés? Nyomókötés. Hát ez van jogsi egyáltalán? Igen. Van, hát akkor kapott alap elkiképzés, nem? Igen, de az is már rég volt. De az a papír pont megteszi ennek. Ó, értem. Uram, van még kérdés? Hát nem adja oda, hogy megnézzem. Hát srácok, úgy tűnik, hogy elbasztam. Minden, ami elválasztott engem a tökéletes munkától, az csak egy fránya jogosítvány volt, de hát nem is értem, bazd meg, mi a fasznak egy mentősnek jogosítvány? Hát láttátok már, hogy közlekednek az utakon? Valami csodára lett volna szükség ahhoz, hogy átjussak ezen a vizsgán, de hát ilyen csodák nem történnek csak úgy. Úristen! Magadó, Negro, mit csinálsz? Úristen, uram, mi a fasz? Jöjjön ide! Uram, álljon meg! Uram! Negro, megint mit vettél be? Mert megint szét van állva. Nem, belement egy szilák a kezembe, nagyon fáj, uram. De nem kéne átfutni az üvegen. Ez nem segít, uram. Azért kapja, mert szétverte az üveget. Na most. Nem kéne őt kezelnie? Legjobb, hogyha megmutatom gyakorlatban, jöjjön, megmutatom, hogy kell kezelni. Ó, na erre kíváncsi vagyok. Megmutatjuk az újra. Láthatom én, csak hogy tudja, bemutassam, hogy mit tudok. Hát megpróbálhatja, kötött már ilyen sebeket? Persze, hogy nem, persze. Hát akkor próbálja. Feküdjön le az asztalra, kérem. Lefeküdni az asztalra? Nem, Özséb ilyet nem csinálhat, hallja? Uram. Mi? Most komolyan csinált ilyet. Bemegy a műtőbe, hogy nincsen lefertőtlenítve, meg semmi. De várjál, mit csinál velem? Az úr az nem mentős? Nem mentős, még nincsen fölvéve. Jaj, bocsánatot, hát kérek, akkor nem kezelheti le. Bocsánat. Kérem, menjen ki. Akkor ez az én hibám volt. Nincs fölvéve. Ez a magatartás nem megengedett itt. Mit csináltam rosszul? Semmi jó végzettsége sincsen, általános iskolája van. Kifogásozik azzal, hogy az anyja megbaszta a tanára. Nekünk ilyen nem kell ide. De ez nem kifogás volt, én az igaz, és sose hazudtam önnek. Nekem ilyennek nincs szükségem ilyen emberekre. Nekem egy magabiztos emberre van szükségem, aki érti a dolgát. És legalább gimnáziumot elvégezte. Hát jó, akkor... Vegyék. Viszlát. Na, Özséb. Várj meg, mert hogy ismerlek, még ide elviszünk. Hídes faszom. Csak minden nem vagyok jó. Jaj. Jó, hogy valami... Oh. Azt hittem meg tudom oldani egyedül. Özséb, akkor... Nem vagy egy... A kurva anyád, de sírjál, bazd meg! De. Na, kussolsz, aztán majd jössz velünk, azt lesz belőled valaki a kurva élet, de bazd meg! Ezt így csak elbaszom, minden csak elbaszom! Hallod, belenyomom a fejedet kukával, nagyobb abba. Kérlek, jaj! Azt hittem, hogy lehetek mentős, pedig tényleg, hogyha látta volna a healperszekemet, nem hiszem. De mit hallod, be, ezt a nőt még mindig itt hagytad, bazd meg! Véletlen megütöttem. Gyere! Micsoda? Mit csinálsz? Gyere már, maradj csendbe, gyere! De... jó. Menj már, menj a kocsihoz! Gyertek már, menjünk innen a faszon. Jacob, hát nem tudom, mit kezdek most magammal, megmondom az őszintét. Tehát ez eléggé szarul esett, hogy még esélyt se adtak nekem. Hát mondjuk úgy, hogy amikor bemész nem megfelelő öltözetbe, nem bemosakodva egy ha is megválaszok, műtőbe, de akkor... azt mondták, menjek be! Hát most az kinek a hibája? Lehet, hogy csak teszt volt. Az élet nehéz, tudod, sokszor hazudnak az emberek. Hát én azt már megtapasztaltam az elmúlt egy napban, basszus. Megbráztak sokkolóval, börtönben ültem 10 kibaszott per órát. Nagyon-nagyon felbaszott. Reméltem, hogy végre lehet valami normális állásom, anélkül, hogy a bátyám beleszólna, mi történik. Jó, ez viszont tetszik, hogy ilyen akaratos vagy, ha dühös vagy. Miért nem vagy többször dühös? Nem, nehéz engem felbaszni. Halló, tesó! Mi van? Már megint szarul vagy? Menjünk már, vegyük ki a kocsimat, mert nincs itt a THC-nket. Jó van, mindjárt, az még csak lesz, elmenjünk a sörért. Na, nagyon szép, lökösen. Oszta, kurva! Jóha, micsoda kamion! Na hát, jó, hát a srácok, köszönöm, hogy nehéz napon estünk túl, szóval 3 sört azért. Lehet nem olyan nagy mennyiség, de 3 sört szeretnék. Rendben, $750 lesz. Hát is. Oszta, kurva! Na most tudom, hogy mit gondolsz. Mégis milyen az a sör, ami $250-ba kerül? $250-ból tudnék venni magamnak, mit tudom én, például 18 darab nerdhubos pólót a pólóidő.hu-n. Link a leírásban. Na de miközben a srácok a sörvétellel foglalkoztak, nagyon szépen megkértek, hogy parkoljam már le a kocsit, amivel csak egy probléma volt. Oh. Fuck! Nem tudok vezetni. Szerencsére nem vették észre, hogy kétszer is neki mentem a falnak, szóval egyből be is basztunk és bementünk a klubba. Hát ha be tudunk szerválni magunknak pár dögös, szexi bacát. De természetesen senki nem volt ott rajtunk, a szexi söráros lányon és pár NPC-n kívül. Ez elszomorított minket, de hogy jobb kedvünk legyen, vettünk még vodkát is, amit a srácok egyből le is húztak. De mire rám került volna a sor, addigra kedves Jacob úgy döntött, hogy az egyik NPC őt az N betű szónak hívta, ezért úgy megverte, hogy az meghalt, vagy kómába került, nem voltam benne biztos. Hát én erre eléggé bepánikoltam, de a srácok megnyugtattak, hogy nyugi, nem halt meg, csak kómába van, és hát úgy sincsenek szemtanúk az esetről. Mire pont besétált egy rendőr. De nyugalom, semmi pánik, tisztán kell látni és racionálisan gondolkodni. Nem kell hülyeséget csinálni, hanem azt, ami egy ilyen szituációban a leglogikusabb döntés. Bazd meg! Özséb, bazd meg! Gyertek! Nyomjad, tesó, nyomjad! Jacob! Milyen Jacob? Nyomjad! Özséb! Bazd meg! Faszom! Mit csinálsz, te folyam? Mit csinálsz? Özséb! Lerobbantunk! Özséb! Jó napot! Özséb! Te rohadt hülye, fasz! De bocsánat, nem fogadtam, sajnálom, srácok, tényleg azt hittem, hogy volt, hogy mennyibe fog ez nekem. Uncsi tesóban Negróval voltam, azt ez a faszom Özséb azt mondta, hazavisz minket, erre bazd meg, neki megy a falnak. Miből fogod ezt kifizetni? Hát... nem tudom, miről beszélsz, nem én voltam. Jaj, geci. Ennél az úrnál fegyvert talál. Fegyvert? Negró, bazd meg! Negró fegyver van nálam? Nincs nálam fegyver! Te mi a faszról beszélsz? Hát tegnap jöttél a városba, és az addig egész végig nem voltál. Honnan volt fegyvered nálad? Nincs is fegyverem, ember! Majd megint csak behazudják. De én saját magát motoztam, meg biztosul. Na, jön egy kicsit arrébb, legyen szíves. Hát nagyon valós dolog lehet amúgy, a saját magát motozza meg a biztosul, nem? Minden jön. Én azt otthon szoktam este egyedül. Özséb, de azt mondtad, van jogsid! Nem mondtam ilyet! Ráadásul mondtam, hogy ne üljenek autóban, mert be voltak az előzóba. Özséb, nem ivott! Nem ittam, uram, én józan voltam, esküszöm. És józanul így vezet? Igen! Gratulálok. Basz meg, ez Need for Speed-en nőtt fel, vagy nem tudom. De tényleg biztos, hogy nem akartam, nem esett senkinek se bántóvlása. Igazából mi okoztuk a magunknak a kárt, mert hát a kocsi tönkrement, szerintem el is felejthetnénk ezt ennyiben. Mert tanultunk belőle, mert hát azért nem lesz ez olcsó kijavítatni. Hát, és a lámpát maga visszarakja, vagy ez? Igen, kifizetem, de hát, hogy... És Özséb, elmondtad, hogy mi a büdös faszomból fizetett ki, mikor az összes pénzedet elitted? Nem ittam el, te vettél minden piát, csak szimplán nincs pénzem. Adok önnek $2000 és az egészet felejtsük el, ki van fizetve akár. $2000 már meg visszatesztek 8 darab üdvözlopot. Na jó, óvadék. $2000 és mehetnek. Na do. Köszönjük uraim, köszönjük. Egyszer ilyet meglátok. Nem lesz, soha többet nem ülök valám mögé. Tehát most rendesen szívbajt kaptam, megmondom az őszintét, úgy megijedtem. Úgyis srácok, én csak jót akartam, de úgy tűnik, hogy ezt elfelejtették, hogy nem tudom, halálra vertetik egy embert a klubban, szóval ennek örülök. Basz meg, nem vertünk halálra, kussolj már! Jó, na, de hát ez történt basszus, én meg csak részekre voltatok, megdugtad a földet, én meg csak segíteni akartam basszus, aztán én vagyok a hibás, persze! Istenem, nem vagyok, mindegy, felejtsük el. Jó, nyugi, viszont mondjuk úgy, hogy egálba vagyunk. Ez itt mellettünk az autósiskola, kurvára le fogod rakni a jogsit, bazd meg. De nem félek a kocsiktól, hát basszus, majdnem megölt. Félsz a kocsiktól? Igen. Szétverem a fejedet, attól féljünk. De most, de... Nem érdek, lerakod a jogosítványt, bassz meg. Apád helyett apád leszek, anyád helyett pedig a kurvád, mi? És ki vár már, és kinek a pénzéből? Hát mennyi egy jogsi? Sok! Mi az, hogy sok? Jó, akkor... intézzünk nekem valami munkát, maradjunk annyiban, valahogy pénzt kell szereznünk. Jó, srácok, komolyan csináljuk valami normális. Baszd meg, mit akarsz? Most a jeles csávó, aki mondta, hogy lehet szerezni nekünk érszott puskát. Vágom, de azért ezt nem találom azt. Azért lőni csak tudsz. Videójátékból megtanultad. Persze, hogy ne, úristen. Olyan szinten volt kódban. Olyan szinten elviszlek, basz meg lőgyakorlatra, mint a kurva életben nem adok. De ez még nem kell. Lejátszottam a tutoriát, hogy 50-szer. Az csak egy kibaszott játék, Özséb. De ugyanaz! Nem ugyanaz! De hogy is nem! Fogod a ravaszt, azt lősz, ugyanaz! Need for Speed-eztél, basz meg? Nem. Hát látszik. Látod, hogyha Need for Speed-eztem volna, akkor eljutottunk volna innen. De látod, a lövés megy. De miért akarunk lőni amúgy, mert még egyszer? Nem amúgy. Ebben menjünk színként csauta faszom. Jó, várjatok egy kicsit, intézek pár dolgot. Hallod, kéne szerezni fegyvert, kipakoljuk az ékszert 2 perc alatt, aztán eltenünk a sínek alatt. De nem tudom, én azért nem akarok ennyire mélyen belemenni a rosszaságba, figyelj, csak hogy valami értelmes munkát akartam, amihez értek. De nem vagy képes semmit sem csinálni, bazd meg! Nem vagy értelmes. Értelmes munkát hogy akarsz végezni? Egy kocka vagy. Vadd be. Nézzél már magadra, bazd meg! Hát nem tudom, mert én már majdnem a barátaimnak hívtak titeket, de ez kecére kurvára fájt, megmondom az őszintén. Tesó, hát az meg, az élet az fáj, bazd meg, eddig csak videójátékokban, az volt a leg... életbe, akkor ki fog testvére? A bátyád? Azt mondtad, hogy bosszút akarsz állni rajta, nem? Neked a bűnözés kell. Az hát fogja beléd nevelni az életet. Amúgy. Szedd össze magad! Szedd össze magad, Jay. Ez a való világ, ez nem a Minecraft, ez nem a stream. Hova mész, Jacob? Menjünk, kivesszük a kocsimat. Jó, de az Negro kocsijában mi lesz? Elviszi majd a DC, a szerelő, ki elviszi. Biztos? Már hívtak, mondhatom. Igen, biztos. Jó, neked. De ha nem, akkor én feljelentem a rendőrséget, bazd meg. Hát nem hiszem, hogy ez így működik, de jó. Állj! Első feladat az életbe. Beszélgess egy nővel, gyerünk. Én? Nem. Özséb, bassz meg! Nem beszélj, nem. Várjál, ide hívunk. Szép napot. Hölgyem? Hölgyem, szálljon ki most! Igen. Kérem kiszállni. Negro, ne. Itt van kedves Özséb barátunk, és mondta nekünk, amikor részeg volt még, de nagyon bejön neki. És hogy szerintem... Na jó. Aki kukázik? Hát nem kukázik, elbújt a kuka mögé. Na akkor Özsébet mindjárt idehozzuk, és akkor beszélgetünk egy kicsit. És azt mondom, menj oda. Mély levegő, Zsé. Mély levegő. Jó napot! Milyen az? Hogy van? Bocsánat, izgulok. Hát még ilyet... Melyik a kedvenc animéd? Nem vagyok víb. Én se gyűlölöm az animét! Negro, elmész, légy, beszélgetni próbálok vele. Jó. Vagy ha esetleg bevegyünk az irodába. Oda úgyse járt meg be. Jó, mert iroda mehet! Jó! Ó, ma irodába viszi a csaj! Tesó! Irodába visz, geci! Csé! Jó, nagy, nem... Hagyd menjen! Szóval mit szeretne? Nagyon szép az irodája! Nagyon... szép maga. Nem tudom, izgulok, kicsit izzad a kezem. Azért van kesztyű. Ja, köszönöm. Nincs mit. Szóval, amiben segíthetek? Ennyi. Ennyi? Igen. Mi? Csak ezt akartam, hogy szép. Akkor kint is mondhatta volna, nem kellett volna bejelenteni. De nem, szégyellős vagyok, és nem kinevettek volna. Menjünk. De esetleg akar dugni? Nem. Zsé, mi a baj? Zsé, mi történt? Mi történt? Mesélj! Azt mondta, nem jövök be neki! Fú, a piszkos ribanc. Minden nő ezt csinálja, pedig olyan kedves voltam vele! Mi menjünk innen, haza akarok menni. Haza visztek. Hát... mivel? Jogos. Jacob, haza akarok menni. Özséb! Igen. Kérem. Látod, amit leírtam? Nem néztem meg. Nézd meg. Ma miért volt ilyen? Pár az átlag is egy szép kifejezés, te gyönyör vagy. Most már dugunk? Nem. Özséb! Nem működött! Nem tudom, srácok, menjünk innen, nem érzem jól magam, menjek innen. Szard le, tesó, engedd el. Nem bírom most ezt. Bepánik, hagyjuk ezt, majd még próbálkozok, esküszöm, de most ez elég volt nekem már. Nem baj, szép volt. Köszönöm, fú. Gyertek, elviszlek egy házba. Erről nem beszéltek senkinek, hogy elviszlek oda titeket, mert ez a ház eladó. Csak senki nem vette még meg, és mindig nyitva van. Jacob, te nagyon sok mindent tudsz erről a városról. Egészen jól sétálunk, mint egy igazi banda. Nagy B-vel. Bazalsz a banda! Banda, gec! Még egyszer hallom! Mi vagyunk a banda! És Negro, normálisan viselkedjél. Szép napot! Jó napot! Jó napot! Ez baszik, látszik, hogy nem faluról jött ez a büdös. De biztos hangja volt! Egy kis sétálás után oda is értünk a placra, amiről Jacob beszélt, és hát fullosabb volt, mint én azt gondoltam. Onnan tudod, hogy egy luxusházban vagy, hogy olyan festmények vannak a falon, amik fogalmat sincs, hogy mit ábrázolnak. De ezután fogtam a megfáradt testemet és nyugovóra tértem. Vajon Negro és Jacob a rossz útra térít, és vajon lesz végre egy elfogadható összeg a bankszámlámon? Fogalmam sincs, de ami biztos, hogy a következő részben kiderül. Úristen!